Jó napot kívánok, nagy tisztelettel és kellő áhítattal köszöntöm a kedves nézőket. A feleségemmel minden évben eljövünk legalább egyszer ide a Keszthelyi kastélyba, hiszen ezt egész egyszerűen nem lehet megunni. De én mindenhol dumálok, mert én amúgy egy dumálós fajta vagyok, kivéve mikor ideérünk a lépcsőházba. Itt ugyanis mindig bennem szakad egy kicsit a szó, annyira csodálatos, annyira gyönyörű ez a hely. Na de most nem szakadhat bennem a szó, hiszen a következő 3/4 órában be kell mutatnom önöknek Keszthelyt, a kastélyt és természetesen a festeticsek örökségét. Velem tartanak? Ha azt mondom, hogy Keszthely, akkor önök közül sokan rávágják, és joggal, hogy kastély. Igen, valóban uralja a várost a Festetics család palotája. Ma erről lesz szó, pontosabban erről is. Mert hogy a festeticsek annyira összefonódtak a várossal, hogy mondhatnám azt is, hogy ez az adás az ő örökségüket mutatja be. Persze elsősorban azért a kastélyról lesz szó. Ide nagyon sokan ismét visszajönnek, ez a kastély visszahúz nagyon sokakat, ahol a festeticsek éltek, 7 nemzedék. Azután bemegyünk a kastély fantasztikus külsejű könyvtárába, amely a II. Világháború után kis ilyen megsemmisült, de egy felvilágosult orosz, tehát megszálló katona megmentette, az akkor már több száz esztendős könyves palotát. Vissza kell mennünk az 1730-as évek közepére, amikor Festetics Kristóf megtelepedik itt a családjával Keszthelyen, tehát ő volt az első festetics itt Keszthelyen. Megmutatjuk a Hintó Múzeumot is, amely nemrégiben egy korabelihez hasonló külsejű postakocsival bővült. Ezzel is mutatták, hogy egy szimbólum is volt az, hogy ki milyen hintóval közlekedett. Mivel annak idején itt forgatták a Fekete Gyémántok című film egyes jeleneteit, elmentünk az akkori főszereplőhöz, Huszti Péterhez, aki elmondta nekünk, hogy hogyan élte meg a Keszthelyi kastélyban történő forgatást. Itt ebben a teremben, a tükörteremben vagyunk. A tükörteremben nem lehet másképpen viselkedni, az ember egy kicsit azért meghúzza azt a frakkot, meg főleg nem is a frakkot, hanem belül valamit. Azt is megtudjuk, hogy hogyan marad ennyire szép a palota egyébként hatalmas parkja. Ez egy 15 embernek a szorgos munkájába kerül, és éven át ad feladatot mindenkinek. És megmutatjuk a festeticsek örökségének további részeit is. Nem akármik ezek, van benne például hatalmas mauzóleum, vagy éppen gőzgépeket rejtő majorság. Na meg persze a pincészet, ráadásul a létező legszebb helyen. Monyarcvashegyen vagyunk a Festetics Helikon tavernába, ami a Festetics családnak a legnagyobb pincéje volt. De mindezek előtt menjünk be a kastély talán legszebb helyére, a tükörterembe. Ezt annak idején ebédlőként használták, de ma már inkább díszterem, ahol állandóan áll egy zongora. Megkértünk egy helyi fiatal tehetséget, hogy játsszon nekünk egy kicsit rajta. Örömmel tette. Tükörterem a kastély legidősebb termeinek egyike. Festetics Kristóf építette 1745 és 1750 között. A nevét az 5 hatalmas kristály tükréről kapta, amely nem csak növeli a teret, hanem ragyogóvá is teszi a látványt. A II. Világháború idején katonák telepedtek ide, és tiszti kaszinónak használták. Később volt itt kutatóintézet, zeneiskola és városi könyvtár is. 1960-ban kezdték el rekonstruálni, és azóta nagyon vigyáznak itt mindenre. Mára az ország egyik legismertebb díszterme lett, ahol sűrűn adnak koncerteket is. Nem véletlen, hogy a zongorista diáklány és tanára örömmel jöttek ide. Manapság
A zenészeknek azért nyújt óriási élményt, mert amellett, hogy gyönyörű, valóban egyedi akusztikával bír, főleg kamaracsoportok, tehát ilyen kisebb kamarazenekarok akusztikáját tudja nagyon megdobni ez a hangzás és ez a tér. Ez egy viszonylag új szerzemény. Babos Judit tanárnő, aki Keszthelyen a zeneiskolában zongoratanár, ő írt számomra egy darabot, és az a címe, hogy Kriszti. Miről szól ez a darab? Mekkora ez a darab? Azért egy tizenéves hölgynek ritkán írnak darabot. Igen, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy kaptam egy darabot és hogy eljátszhatom. Hát a tanárnő szerintem elsősorban a technikai adottságaimra gondolt, és hát rólam szól végül is a darab. A tükörteremről később még lesz szó, de előbb merüljünk el egy kicsit a történelemben. Azt mondtam az elején, hogy a festeticsek és Keszthely múltja évszázadokra összefonódott, és ez így is van. Magát a kastélyt Festetics Kristóf kezdte el építeni még 1745-ben, vagyis 274 esztendeje. Az épület komplexum sokáig folyamatosan változott. A mai formáját Festetics Tasziló idején érte el, úgy 100 esztendeje. Úgy illik, hogy először járjuk be az épületet, pontosabban annak egy részét, mert hogy 101 szobája van, vagyis jóval több annál, mint amit be tudunk mutatni. Kalauzunk egy olyan úriember lesz, aki éppen forgatásunk idején töltötte be a 80. évét, és aki nyugdíjba vonulása előtt növénynemesítő volt. Az általa fejlesztett burgonyát például azóta is sokan fogyasztják, de nekünk ezúttal a másik szenvedélyéről, a kastélyról beszélt. A mögöttem lévő képen van az a Festetics Kristóf, aki a palotának ezt a részét építette 1745-ben. A kép ritkaság, tölgyfából készült, és egy darabból. Ő építette a kastély első részét, ahol állunk is. Jogász ember, a legfelsőbb bíróság, a hétszemélyes tábla egyik tagja volt. És a fiát is megmutatnám a képen, a Festetics Pált, szintén érdekes kép, márvány mozaik, több mint 2000 apró márványból csiszolták össze. Olaszok, olasz művészek. Nekünk azért fontos Festetics Pál, mert városunk első elemi és középiskoláját ő alapította, és finanszírozta is. Egyébként nagyon jó jogász volt ő is, mint az édesapja, és Mária Terézia maga mellé hívta, ő dolgozta ki az urbárium alapjait. A növény nemesítőként nyugdíjas, idegenvezetőként viszont nagyon is aktív úrral hamarosan folytatjuk a kastély termeinek bejárását, ám előbb ugorjunk át a Hintó Múzeumba, amely a főépülettől kőhajításnyira lévő, merjük kimondani, másik palotában van. Mert hogy ez az épület ugyan hajdan istáló és kocsiház volt, de tegyük a szívünkre a kezünket, nem elfogadnánk lakóházunknak is. A házat amúgy 1883 és 87 között építették az akkori főúr Festetics Tasziló idején. A földszinten tartották a lovakat és a hintókat, az emelet pedig személyzeti szállás volt. Hogy napjainkban mi minden van itt kiállítva, azt már attól tudom meg, aki alig, ha nem a legjobban ismeri ezt a gyűjteményt. Természetesen egy hintóban beszélgettünk, amelyről később még külön is szó lesz. Akik bejönnek hozzánk, egy nagyon szép gyűjteményt tudnak megtekinteni. Egyedülállóak vagyunk abból a szempontból is, hogy a sok színűségén keresztül teljes vertikumát be tudjuk annak mutatni, amivel annak idején az arisztokrácia közlekedett. Volt a hintóknál is Skoda kategória, meg Mercedes kategória? Voltak az úgynevezett hétköznapi használatra igénybe vett járművek, és ugyanúgy voltak a protokoláris járművek. Ugye, érdekes, hogy a párhuzam megvan napjainkban is, ugyanúgy működik, csak most ugye az autók szempontjából, hogy célirányosan használják sok esetben az emberek, akik tehetik, ugye itt, akikről most beszélünk, így a felsőbb körökről, ők meg is tehették, hogy volt egy kocsi parkjuk, tehát különböző feladatokra, tehát egy hétköznapi közlekedésre, egy vadászatra, ha kimentek terepre, ugye akkor megint másokat vettek igénybe, ha hosszabb útra elutaztak, hosszabb távolságot tettek meg, akkor megint csak olyat vettek igénybe, másik típust, de ha protokolárisan, tehát amikor tényleg
tényleg meg kellett mutatni azt, hogy kik is ők, ugye ez nagyon fontos volt annak idején, is hozzá kell itt tennem, akkor viszont jött a csillogás, villogás, és a gazdagság nagy darabok, majd meg lehet tekinteni őket, hogy ezzel is mutatták, ugye egy szimbólum is volt az, hogy ki milyen hintóval közlekedett. A festeticseknek egy időben hány intójuk volt? Lényegében összességében egy ilyen 14-15 darabbal rendelkeztek. Az a kocsi, amelyikben mi beszélgettünk, természetesen nem a festeticsek korából származik, hanem vadonatúj. Azonban leszámítva néhány biztonsági és kényelmi megoldást, éppen olyan, mintha évszázadokkal ezelőtt gyártották volna. A világ legbutább kérdése, miben ülünk mi most? Egy postakocsiba, ami nem akármilyen, hanem a 21. század elvárásainak megfelelő technikai felszereltséggel van ellátva, de a klasszikus elemeket viszont magán hordozza. Ilyesmiben utaztak a festeticsek idejében is? Igen, tehát amikor nagyobb távolságra utaztak, tehát nagyobb távok megtételére, ezeket a járműveket használták. Annak idején egy ilyen postakocsi, egy igazi működésbe lévő postakocsi, az nagyobb volt azért méretében, súlyba is. Hát olyan, hogy számadatokkal szolgáltathassak, olyan 5 tonna körül volt, úgy teljes felszereltséggel, csomagokkal, utasokkal együtt, tehát az nagyon komoly súlyt képviselt. Ugye azokat 4-es fogattal is használták, sőt, speciális tenyésztésű lovakkal, amik direkt erre lettek kitenyésztve, tréningezve. Úgyhogy egy komoly kihívás volt ez annak idején az utazás az emberek számára. Most viszont már nem az. Az új postakocsival bárki mehet a kastély fantasztikus parkjában, ahogyan látják, mi is megtettük. Amúgy annak idején a postakocsi hálózatot félelmetesen megszervezték. Olyan 16-18 kilométerenként váltották a lovakat az erre kijelölt állomásokon. Ezt a távot pedig egy átlagos úton 1 óra alatt tették meg, vagyis olyan 16-18 km/h ment a postakocsi. Ma ez már nagyon lassúnak tűnik, akkoriban viszont nem volt az. És most irány vissza a kastélyba, ahol idegenvezetőnk újabb csodás helyet mutat meg nekünk. Bevallom őszintén, hogy nekem ez a kedvenc helyem az egész kastélyban, bár minden csodálatos, ami itt van, de még operatőr kollégám is, amikor bejött, annyit mondott, hogy hát ez egy csoda. Ez tényleg egy csoda, hol vagyunk most? Most a kastély 101 helyiségét kiszolgáló 8 lépcsőház közül a legszebbikbe, ez a Tölgyfa lépcsőház, így is hívjuk, és valóban minden vendégünk ezt emlegeti, hogy akik itt korábban jártak, ismét jönnek, gyakran csak ezért vagy a könyvtárért, holott gyönyörű egyéb termeink is vannak. A lépcsőházat a családtagok régi képei díszítik, itt is látjuk ismét Kristófot, Festetics Pált, a feleségét, Bossányi Juliannát, György grófot, egyetlen egy kép, amelyik nem családtag, a Grassalkovics Antal, aki a család barátja, és aki a királyi palotát Gödöllőn építette. A lépcsőház amúgy a vendégek előtt nem nyitott, pontosabban nem lehet le és felsétálgatni itt, mert felülről bárki lenézhet és megcsodálhatja ezt az iparművészeti remeket. A látogatók viszonylagos távoltartásának, gondolom én, több oka is van. Ebből az lehet az első, hogy az a 250 ezer ember, aki bejön ide évente, egész egyszerűen széttaposná ezt a helyet. És még az sem biztos, hogy kibírná a rohamot a lépcső, amely amúgy, és ez is nagyon érdekes, nincs oszlopokkal alátámasztva. Bravúros mérnöki megoldás. Mielőtt bekapcsoltuk a kamerát, elmesélt egy történetet nekünk, hogy pont itt, ahol állunk, mi is van a lábunk alatt, ami egyszerűen hála Istennek nem hajlandó tönkre menni? Az egész falborítás, mennyezetborítás maga a lépcsőzet tölgyfából készült. Itt egy több mint 6 méteres gerenda van, ami tartja a lépcsőnek a korlátját, és ezt a folyosó részt, ahol állunk. És ez 140 éve ott van? 140 éve ott van. Jó megcsinálták. Jó munkát végzett, egy bécs-párizsi céget bíztak meg a festeticsék, hogy csinálja meg. Hát ilyen gyönyörűt nem igen lehet látni másutt az országban. A Festetics család nélkül ma Keszthely korán sem lenne olyan jelentős város, mint amilyen.
Ezek a hihetetlenül gazdag emberek rengeteget adtak a településnek. Iskolákat, templomtornyot, de még a Balatonpartot is. Mert hogy ahol ma a Szigetfürdő épülete áll, régebben az a rész is a festeticseké volt. Az 1800-as évek második felében kapta meg a város. Vagy emlékeznek még az előző keszthelyi adásunkban bemutatott rádiómúzeumra? Nos, ha nincs a főúri család, ma ez a helyszín sem lenne. Az 1820-as években ugyanis magtárnak építette az egyik festet. Annak már nem kell, a Rádió Múzeumnak viszont kiváló. Ráadásul nem csak Keszthelyen, hanem kicsit arrébb is vannak a családhoz köthető épületek, például a csodálatos Helikon taverna. Munyarcvashegyen vagyunk a Festés Helikon tavernában, ami a Festés családnak a legnagyobb pincéje volt. Anno, a 1945 előtti időszakban ez a terület diásközséghez tartozott, ez volt a diási híres pince. És én úgy tudom, hogy a taverna névnek van egy nagyon érdekes története. Az 1880-as évekre tehető, mikor is a Festetics Tassilo gróf megszöktette a monakói hercegnek a feleségét, Lady Mary Douglas Hamilton herceg asszonyt, és 3 évig éltek Görögországban, vadházasságban, mikor is a pápa engedélyezte a házasságuknak a felbontását, és a Festetics gróffal történő újraházasodását. És amikor a Festetics gróf elhozta ide Keszthelyre, és bemutatta a Keszthely környéki uradalmat, birtokot, akkor, amikor meglátta a hercegasszony ezt a neoklasszicista homlokzatú épületet, azt mondta, hogy ez olyan, mint egy görög taverna. Így lett Magyarország első elnevezésű, taverna elnevezésű épülete itt Gyenesdiáson, a Helikon taverna épület. Festetics Tassilo egyébként nagyjából 5-ször olyan gazdag volt, mint a monakói herceg, akitől elszerette Lady Mary Hamiltont. Kettejük házassága példaértékű volt, 4 gyerekük született, és Tassilo mindvégig mindenben megpróbálta felesége kedvében járni. Ezeket az amúgy tájidegen fenyőket például 1880 körül ültette Mary Hamiltonnak. Természetesen sokkal több volt, de a java már kipusztult. A maradékot a helyiek tanúfáknak hívják, és a Festetics örökséghez sorolják. Nem messze innen található a szép kilátó, amely Mary Hamilton egyik kedvenc pihenőhelye volt. A hercegné ugyanis imádott kikocsikázni, és az innen feltáruló látvány mindig rabul ejtette. Ezt amúgy egyáltalán nem csodálom, hiszen a hely tökéletesen megfelel a nevének, vagyis a szép kilátónak. De ugrás vissza Vonyarcvashegyre, a Helikon tavernába. Én már 17 éve dolgozok itt Vonyarcvashegyen. Én nekem nincs két egyforma napom, amikor ránézek itt a Balatonra, illetve a környékre. Mindig más a növényzet színe miatt, a felhőknek a színe miatt, a napnak az állása miatt. Tehát nincs kétszer egyforma a kép, amit látnánk. Ezt szerintem nem lehet megunni itt. Azt tehát már tudjuk, hogy a helyi turisztikai szakember hogyan tekint erre a tájra. Ezek után arra is kíváncsi voltam, hogy kinek és miért javasol egy Keszthely környéki Festetics túrát. Akik szeretik a történelmet, és szeretik a magyar történelmet, akkor egy hihetetlen családot tudnak megismerni itt a környéken. Én azt gondolom, hogy itt a Festetics termék egészen szépen összeáll egy olyan termékké, ami a kicsiktől a nagyokig mindenkinek tud nyújtani valamit. Akár legyen ez az állatsimogató, a Festetics Imre állatsimogató, a Hévizító, a Georgikon Múzeum, a Festetics Kastély, vagy itt Vonyarcvashegyen a Helikon tavernának az épület együttese. Én hiszem azt, hogy aki ide ellátogat, az akár legyen természetközeliséget kereső turista, kerékpáros turista, vagy csak család, aki pihenni jön el, vagy aki wellnesselni akar, itt mindenki megtalálja a környékünkön egyébként a maga szolgáltatási elvárását. A tavernát, ahogy önök is láthatják, gyönyörűen felújították, és több módon is hasznosítják. Ezek közül kiemelendő az épület alatti pince, amelynek báját mindenki megnézheti, ugyanis az látogatható. Eredeti Festetics nedű már nincsen, de a kóstolókon a környéken termett borokat mindenki megízlelheti, aki betöltötte a 18. évét. De étterem és rendezvényközpont is van ezen a helyen.
Szóval, ha Festetics Tassilo nem is értené, hogy mit keres a köznép az ő tavernájában, vélhetően elégedett lenne azzal, ahogyan őrzik a család emlékét itt. És most vissza a kastélyba! Aki szemből nézi az épületet, annak azonnal feltűnhet, hogy egyetlen igazi tornya van. Amúgy ez sem lenne, ha nem lakott volna itt a már többször emlegetett Festetics Tassilóné, azaz Lady Mary Hamilton. A kastély nem egyszerre épült fel, hanem először egy kisebb rész, 34 helyiséggel, aztán épült hozzá ez a szárny, ahol mi állunk 1801-ben már, és végül, miután egy skót hercegnő lett a ház asszonya, szűk volt neki az addig 56 helyiséges kastély, és megépítették ő és a férje pénzén, ugye Festetics Tassilo pénzén a kastély északi felét, és hogy a kastély szimmetrikus legyen, a toronnyal kötötték össze a régi részeket az újjal. Ott is van kocsi áthajtó. Egyébként a toronynak egyéb funkciója nincs. Egy kastélyban lenni kell toronynak, márványkandallónak, alagútnak, netán, titkos ajtónak. Hát mindegyik van. Festetics Tassilónak és Lady Mary Hamiltonnak egyébként nem csak életükben jutott palota, hanem a haláluk után is. Ezt a hatalmas épületet, amely a Festetics örökség része, bárki megnézheti a keszthelyi temetőben. Bevallom, engem annyira megfogott ez a ház, hogy én is rögvest megfogtam a telefonomat, és elmondtam az első gondolatot, ami az eszembe jutott. Íme. Ha valaki nagyon szereti a feleségét, akkor semmit nem sajnál tőle. Sem éltében, sem holtában. Festetics Tassilo például ezt a fantasztikus és óriási mauzóleumot építette az ő elhunyt párjának. Tudom, elsőre fura hallani, hogy egy turisztikai műsorban egy temetőt ajánl a műsorvezető, de higgyék el, ez most egy olyan hely, amelyet mégis érdemes megnézni. S ha megnéztük, visszamehetünk a kastélyba. Mi is ezt tettük, és folytattuk belső túránkat minden tudó idegenvezetőnkkel. Átjöttünk a zöld szalomba, amelyet három dolog ural, egy nagy festmény, egy óriási tükör és egy hatalmas óra. Melyik miért fontos? A képekkel kezdeném, azért, mert valaha, ahogy említettem, a mezőgazdaság volt a fő ágazat, és a ló nagyon fontos volt. Fontos volt a katonák szempontjából is, és itt két lovas kép van, az egyik éppen a huszároknak való lovakat, huszárok számára tenyésztett lovakat mutatja, amiket éppen Ferenc Józsefnek mutat be Festetics első Tassilo lovassági tábornok. A másik kép, amit itt látunk, a versenylovaik, angol telivérek, amik sorra nyerték a versenyeket Európába. Tehát itt ez a kép a fenékpusztai ménest ábrázolja. Az óra maga pedig egy Párizsba készült óra, ez olyan 150-160 éves lehet, eredeti szerkezettel működik. Egy hétig eljár egy felhúzásról. És ez bárki fel tudja húzni, vagy szakember kell hozzá? Egy kollégánk van megbízva, aki felhúzhatja. Általában hetenként, egyébként 10 napig jár ez az óra egy felhúzásra, de most már nem húzzuk fel annyira. Egy újabb, tulajdonképpen nem is olyan nagy szobába érkeztünk, de amilyen relatíve kicsi, annyira tele van mindenfélével. Mik vannak itt? Ez a Festetics második Tassilónak volt a dolgozó szobája. A famunkát is ő csináltatta 1880-as években, többek között ezt a kandallót is, ami díszkandalló, mert hogy akkoriban építettek be először az országban meleg levegős központi fűtést, úgyhogy a kandalló csak dekoráció. Itt vannak a híres lovai, amiket ő imádott. 300 közül válogatta a versenyre a lovait, és kisebb-nagyobb díjak is vannak itt. A képe itt van mellettem, Bencz úr Gyula festménye. Ő volt az a Festetics, aki a hercegi rangot kapta 1911-ben. Azt mondta itt előbb egy hölgy, amikor bejött, hogy atyavilág, olyan, mintha ez a kép engem nézne. Így is van, bárhova állunk a teremben, ő oda néz.
De a hölgyeket nézi inkább? Természetesen én is azt tenném a helyébe. Nem tudom, hogy emlékeznek-e még rá, ezért elmondom. Úgy kezdtem ezt az adást, hogy én mindig mindenhol dumálok, kivéve amikor belépek a Festetics kastély lépcsőházába, mert ott bennem szakad a szó. Van azért még egy hely, ahol ugyanezt történik velem, ez pedig a kastély könyvtára. Na ennél szebb azután tényleg kevés van az országban, és talán a világon is. Szóval így néz ki a kastély könyvtára. A fából készült monumentális szerkezet fantasztikus könyvritkaságokat rejt magában, de őszinte leszek, aki ide belép, annak már majdnem mindegy, hogy milyen könyvek vannak a polcokon. Maguk a polcok azok, amelyek rabul ejtik a nézelődőt. A könyvtár alapját amúgy az első Keszthelyre költöző Festetics, Kristóf teremtette meg. Neki nagyjából 2000 könyve volt, de ezeket még nem katalogizálták a mai értelemben véve. Mivel ő jogtudós volt, elsősorban történelmi, jogi és hadi témájú könyveket gyűjtött. Fia Pál tovább gyarapította a gyűjteményt, amelyet azután unokája, György tett igazán nagyjá. Első György idejére, ugye, aki a barokkornak egyik nagyon kiemelkedő mecénás grófja volt, 23 ezer kötetes könyvtárral rendelkezett, és természetesen a könyveinek egy méltó elhelyezést szeretett volna adni, és ezért 1799-szel kezdődően nekiállt ennek az úgynevezett könyvtári, illetve déli kastélyszárnak az építéséhez. Most képzeljék el, ez a gyönyörű bútorzat, ami itt látható, ez megközelítőleg 2 év alatt készült el, és egy keszthelyi asztalos mester, én azt szoktam mondani, hogy egy keszthelyi asztalos mester, illetve a inasainak a kétkezi munkáját, meg a szerszámait dicséri. Tehát most képzeljék el, azért megközelítőleg 2 év alatt semmiféle gép nem állt a rendelkezésükre, csak a kezük munkája, illetve a vésőik. Milyen gyönyörű munkát hoztak itt létre. Meg is szoktuk mindig említeni az asztalos mester nevét, úgy hívták, hogy Kerbl János. A bútorzat tölgyfából készült, és érdekessége még az, hogy szeget abszolút nem használtak, hanem ilyen kis facsapocskákkal vannak összeillesztve a különböző darabok, és lássatok csodát, több mint 200 év múlva is még, a napjainkban is milyen gyönyörű, és milyen jó állapotban látható itt ez a gyönyörű bútorzat. Ha már a könyvtáros említette Festetics György nevét, akkor én is mondanék róla pár szót. Annál is inkább, mert sokan a 8 nemzedéken át itt lakó festeticsek közül őt tartják a legjelentősebbnek. Ő alapította például a Georgikon gazdasági tanintézetet, de bővítette a kastélyt is, amelynek egyik kapuja előtt áll a szobra. Ez egyébként korábban a város főterén volt, de onnan száműzték a szocializmus ideje alatt. Később viszont már hiányzott a főtérről, de nem az eredetit vitték vissza, hanem kapott ott egy másik szobrot. Igen, 2 Festetics György szobor áll a városban. A kis kitérő után vissza a könyvtárba azért is, mert el akarom mondani, hogy a kastély a II. Világháború után a szovjet hadsereg kezére került, és csak azért nem rabolták szét, vagy nem égették el mondjuk a csodás fa szerkezetet, mert egy orosz katona megvédte a többitől. Az orosz parancsnok, aki egy nagyon művelt francia filozófia szakos tanár volt, természetesen ő is végigjárta a főkönyvtárossal, illetve az alkalmazottakkal a különböző helyiségeket, és természetesen látta a könyvtárat is. És a tölgyfa lépcsőháztól kezdve, hogy jövünk befele, haladunk befele a könyvtárba, ugye zöld szalon, sárga szalon, vörös szalon, és ugye a nagy könyvtár, az összes ajtót és ablakot befalasztatta, és mindenhova kiíratta, hogy fertőzött terület. Ugye első hallásra, hogyha vendégek jönnek hozzánk, és ugye meséljük a történetet, első hallásra ez hihetetlen dolognak történik, de mi megnyugtatjuk a vendégeinket, hogy higgyék el, így történt. Ezt a könyvet tetszett nekünk előkészíteni, ránézésre azt mondom, hogy ez egy relatív új könyv.
Igen, mi is azt szoktuk mondani, hogy ránézésre semmiféle aha élményt nem nyújt. Ez egy restaurált dokumentum, 11 évvel ezelőtt restaurálták, és tessék elképzelni, ez a legrégebbi könyvtári dokumentumunk, amely itt a könyvtárban megtalálható. Tulajdonképpen nem is könyv még, hanem ősnyomtatvány ugyanis. Amikor 1456-ban Gutenberg János kinyomtatta a 42 soros bibliáját, ugye a kis fabetűivel, tehát az 1456-tól 1501-ig terjedő időszakot tekintjük, illetve nevezzük az ősnyomtatványok időszakának, és bizony ez egy nagyon szép ősnyomtatvány 1488-ból. Ó, és mit tartalmaz? Krónika Ungárium? Ungarorum. Ungarorum. Tehát a magyarok története, és pedig Túróci Jánosnak, Mátyás királynak az egyik nagyon jelentős történetírója volt. Ugye hát azért remélem, hogy Antonio Bonfini nevét azért jobban, tehát többen is ismerik, de hát természetesen Túróci János is az egyik történetírója volt, és a történészt megkérte Mátyás, hogy az ő uralkodásának középső időszakáig legyen szíves megírni a magyarok történetét. Hát Túróci János ezt szíves örömmel megtette, és 47 magyar királyon keresztül tárgyalja az akkori történelmünket. Ugye ennek az ősnyomtatványnak az az érdekessége, hogy kétféle nyomtatásban készült, egy színesben és egy fekete-fehérben. Hát a színes az sajnos nálunk, ahogy önök is látják, nem látható, az Országos Széchenyi Könyvtárban tekinthető, meg azt Brünnben kötötték, illetve nyomtatták ki, tehát a mai Csehország területén, Brünóban. Ezt a fekete-fehér kiadást pedig Augsburgban, tehát 1488-ban, ugye itt lehet látni Mátyás király, illetve Beatrix királyné a felesége címerét, ugye a Mátyás király által a fekete sereggel meghódított különböző területeket, és ezen a gyönyörű metszeten pedig Kun László viaskodik egy besenyővel, aki egy magyar leányt próbál meg elrabolni. A könyvtári látogatás után pedig menjünk ki egy kicsit a szabadba, sőt, hagyjuk el a kastély épületét és udvarát. De amikor kiléptünk az utcára, nézzünk vissza. A bejáratot ugyanis érdemes górcső alá venni. Festetics Taszíló idején alakították ilyenné. Úgy csinálták meg, hogy már messziről jól látható legyen, és eszünkbe juttassa a Festeticsek nagyságát és gazdagságát. Ha jól megnéztük a nagy kaput, akkor sétáljunk egyet. No, nem nagyot, csak olyan 100 métereset. Ennyi kell ugyanis ahhoz, hogy odaérjünk az Amazon házhoz, amely Keszthely első szállodája volt, már a 17. században is említették. Ma viszont étterem és kiállító hely. Nem is akármilyen. Az Amazon házról az első írásos feljegyzést 1715-ben említette meg egy angol utazó, ez egy írásos feljegyzés. A 18. század végén a Festetics család kezdte el kibővítésének, felújításának a tervezését, valamint átalakítását. A szálláson kívül helyet kapott étterem, presszó, kávéház, biliárdterem is. A későbbiekben itt szállt meg például Jókai Móris Váli Marival, unokahúgával 1850 és 60 között, Balatonfüredről Kisfaludi Gőzössel érkeztek Keszthelyre, ahol Festetics György fogadta őket, és itt az Amazon házban szállásolták el őket. 2015-ben újították fel utoljára az épületet, amelyben azóta látható a Főúri Utazások Utikalandok nevű kiállítás. A tárlat anyagának egy része kapcsolódik a festeticsekhez, például egy méregdrága utikoffer formájában. Az Amazon házban látható Louis Vuitton utazóláda, amely egy magángyűjteményből került hozzánk felajánlás alapján. Ez az utazóláda az 1900-as évek elején készült, egyedi megrendelés alapján, és a magyarországi Louis Vuitton gyárból, mivel ez sorszámozott utiláda, ezáltal az eredete meg lett kérdezve, és harmadik Festetics György nevéhez köthető ez az utiláda, amely abban az időben, az 1900-as évek elején
sokat utazott, majd később a Komornyikjának ajándékozta ezt az utazóládát, és a jelenlegi tulajdonoshoz így került a családon keresztül ez az utazóláda. Itt a látogató láthat egy 1913-ban gyártott Benz típusú gépjárművet. Ennek az az érdekessége, hogy nagyon hasonlított a Hintókra, ugyanis ez volt egy korabeli autó. A belül nem található kilincs, akit vittek urakat, hölgyeket, ők nem nyitották ki belülről a kilincset, ez volt a Hintóknál is még régebben, és a sofőr, aki szállította őket, ő nyitotta ki, ő szállt le, és nyitotta ki nekik az ajtót. Ezt kurblival indították el ezt az autót, ez egy nagy köpcentis Benz típusú gépjármű. Ez a piros kabrió, ez pedig egy Tátra típusú gépjármű, ez az aglegényeknek a kedvelt autója volt, túrázni és kirándulni jártak ezekkel az autókkal. Tovább haladva láthatnak a látogatók egy Lancia típusú autót, ez egy olasz gyártmányú gépjármű, ezt az olasz utakon, szűk utcákon használták, az autó felépítéséből is látható, hogy ez az olasz szűk utakra készült, az ottani közlekedésre, és egy érdekesség, hogy nem található benne B-oszlop, és az ajtó máshogy a két ajtó teljesen máshogy nyílik ki, mint a mai autóknál. A Lancia típusú gépjárműnek a sebessége a 100-120 km/h volt, ennyivel tudott haladni ez a gépkocsi. 1938-ban gyártott Steyr típusú gépjárművet láthatják itt a látogatók. Ez osztrák gyártmányú, egy nagyon impozáns és egy nagyobb autó, mint a mellette lévő Lancia. És most ugorjunk vissza azokba az időkbe, amikor még ezek a ma már réginek mondott autók sem léteztek, hanem Hintókkal utaztak a gazdagok. Ekkoriban játszódik Jókai Mór Fekete Gyémántok című regénye, amelyből Várkonyi Zoltán rendezett játékfilmet. Emlékeznek még arra, amikor az adás elején a tükörteremben zongorázott nekünk egy helyi zeneiskolai hallgató? Szóval az adás elején azt mondtam, hogy a tükörteremről még lesz szó. Állom a szavam. A Fekete Gyémántokban itt, ebben a teremben táncoltak a színészek, és itt lett szerelmes, természetesen csak a filmen, Bánsági Ildikóba Huszti Péter. A Kossuth Díjas színész a Színművészeti Egyetemen fogadott bennünket, és mesélte el, hogy milyen volt a Keszthelyi kastélyban forgatni. Én úgy emlékszem erre, hogy egy rengeteg problémát, amely a viselkedéssel, a frakhordással, a leüléssel, a kézfogásokkal, a egymáshoz való közelítéssel, a beszélgetéssel, ez a környezet, ez egy csomó mindent adott ehhez, és megoldott egy csomó mindent, amit a Várkonynak nem is kellett mondani, hogy itt most nem úgy ülünk le, meg nem úgy állunk föl, meg nem úgy megyünk, meg nem úgy kérünk föl valakit táncolni, nem úgy kérjük föl a hölgyet, ahogy, hanem ennek itt ebbe a teremben, a tükörteremben vagyunk. A tükörteremben nem lehet másképpen viselkedni, hogy az ember egy kicsit azért meghúzza azt a frakkot, meg főleg talán nem is a frakkot, hanem belül valamit egyszer csak megérez, hogy jé, itt vajon hogy járhattak annak idején, meg megérkeztek a fiakkerek. Leszálltunk ott a kapu feljáróba, kiléptünk a fiakkerből, és bevonultunk a gyönyörű lépcsőn. Óriási élmény volt, és érdekes módon ez úgy érzem, hogy látszik a filmen. Látszik rajtunk, látszik a szemünkben. A helyszelleme. A helyszelleme, a helyszelleme. Nagyon fontos, nagyon fontos. A helyszelleme. Amely persze nem csak a tükörtermet jellemezte és jellemzi, hanem a kastély hatalmas parkját is. Ezt mi is bejártuk Töviről hegyire. Például megnéztük a csodás kis tavacskát, amely színes halakkal volt teli.
de odaállhattunk ahhoz a 400 éves tölgyhöz is, amelyik nemrégiben száradt csak ki, de törzse mementóként ott maradt. Kíváncsi voltam arra, hogy hogyan lehet ilyen virágzóan, ilyen zölden tartani ezt a területet. Ez egy 15 embernek a szorgos munkájába kerül, és éven átad feladatot mindenkinek. A téli időszaknak is megvannak az általános munkarészei is, és nyilvánvaló, hogy a természet ébredésével tavasztól hatványozódik a dolog, és hát nagyon sok munkánkba telik, hogy így nézzünk ki. A mi munkánk az első, akivel a vendég, hogyha leszáll a buszról, vagy a személykocsijából kiszáll, és a főbájáraton bejön, a mi munkánkkal találkozik először, és nem mindegy, hogy hogy nézünk ki. Illetve még egy tereptárgyat láttam, ami nyilván valamilyen szinten önökhöz tartozik, egy kis tó. Jelenlegi voltában aránylag egy kicsi tóról van szó, hajdan volt, 15-ször nagyobb volt, átnyúlt a túlsó oldali részre is, és ez úgynevezett békászó és csigázó tó volt annak idején annó, ugyanis békákat és csigákat is tartottak, neveltek a család és az ingyenc vendégek számára. A parkban egyébként 100-nál is több fa él, ebből nem keveset még a festeticsek kertészei ültettek. Ezeket általában mindenki megnézi, aki eljön ide, azt már kevesebben tudják, hogy a park kerítésének túloldalán is áll egy kívül-belül megtekintésre méltó épület. Itt a pálmaházat látjuk, a két növényszanatórium szárnyával, és úgynevezett kis műemlék üvegházakat, amely termesztő és nevelőházak is. A kis üvegházban egy magángyűjteményt találunk, a kaktusz magángyűjteményt, mely országos hírű. A pálmaházban pedig, ez a központi részén értelemszerűen trópusi növényeket telepítettünk. A jobb oldali rész úgynevezett pluméria vagy frangepáni ház. Itt a pluméria és frangepáni dominál. Havai rózsa egyébként a magyar neve, egy nagyon érdekes növény. Ugye a havaini jelkép értéke van, a lányok és a fiúk is a hajukba tűzik, és a színek árulkodnak arról, hogy eladó a lány, vagy már elkelt, vagy éppen még lehet próbálkozni. Egyébként ez is megvolt már a festeticsek idejében? Igen, megvolt. Hát az utolsó nagy kastély átépítés idején, az 1800-as években épült a pálmaház. Érdekessége, hogy Cels tervei alapján a párizsi Eiffel, Gustav Eiffel műhelyében vitelezték ki a szerkezeti elemeket, és ott készültek, és mai napig is még itt vannak, és ezek eredetiek. Miközben a főkertésszel a parkban sétáltunk, megláttam egy magányos növényt. Elsőre a hajdani western filmek jutottak eszembe róla, de mielőtt butaságot mondtam volna, inkább megkérdeztem, hogy tulajdonképpen mi is ez pontosan? Ő végül is egy agave americane. Érdekessége most neki, hogy hozza a virágszárát, és körülbelül 6-7 méter magasra fog megnőni, és úgy tervezzük, hogy legalábbis azt szeretnénk, hogy a szezonra nyílna ki. Különlegesség még a növénynek sajnos, hogy elvirágzás után valószínűleg el fog pusztulni. És ez hány éves? Náluk ez az életrendje, olyan 30-35 éves növényről van szó, de már a kis utódokat hozza, tehát az élet megy tovább. Tehát ő most fog először is utoljára virágzani? Igen, igen, igen. Sajnos, vagy inkább hála Istennek, a festeticsek öröksége annyira hatalmas, hogy az alatt a másfél nap alatt, amíg ott forgattunk, nem is tudtunk mindent bejárni. A csodás Major Múzeumra például csak néhány percünk jutott, ráadásul az is zúgó esőben. Önök viszont mindenképpen több időt töltsenek el itt, mert nagyon megéri. Egyrészt, ahogyan belépnek az udvarra, azonnal megcsapja önöket a történelem szele, és nem véletlenül. A Georgikon Majort ugyanis még 1797-ben alapította Festetics György. Engem, talán mert férfi vagyok, a hatalmas gőzgépek fogtak meg leginkább. Azért is, mert ezek egy réges-régi majorsági épület boltívei alatt pihennek. Azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy valahogy így kell megtisztelni a régi idők nagyszerű gépeit. Azt hiszem, hogy így a nap végére megértettem, hogy miért kínálnak a Keszthelyi kastélyba kétnapos belépőket. Mi egy nap alatt próbáltuk végigforgatni az itteni látnivalókat, sikerült amennyit sikerült, sajnos néhányat ki kellett hagynunk, mert rettenetesen elfáradtunk. Viszont a fáradtság ellenére csak azt tudom mondani, hogy elképesztően jól éreztük magunkat, fantasztikus dolgokat láttunk, és én biztos, hogy hamarosan visszatérek ide. Ha önök a Balaton környékén járnak, mondjuk nyáron,
ne hagyják ki. Érdemes ide eljönni. Keszthely és Festeticsek. Ez a kettő együtt egész biztos, hogy remek szórakozást ígér. Viszontlátásra!